Jó, akkor szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Bartatusek Nébolya vagyok, PPH egyik igazgatója. Bartatusek János vagyok, a PPH másik igazgatója. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mestercoach, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. 87 óta foglalkozik emberekkel. 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 93-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével 4 különböző területen lett egy szervezet piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni a vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzést. No, akkor most köszöntöm nagyon sok szeretettel mindenkit. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé a világ halad? Nem vagyunk elégedettek? És mi baj van a világ haladásával? Etikátlanságok vannak? És azon kívül? Szeretetlenség, békétlenség. Elnyomás. Elnyomás. Manipuláció. És mi lesz akkor, hogyha a világ ebbe az irányba halad tovább, szerintetek? Mit értünk azon, hogy összeomlás? Mit értesz azon? Gazdasági, mentális. Gazdasági, mentális. És milyen távra gondolsz? Rövid távon. Most azért kérdezem ezt, mert el kellene választani egymástól két dolgot. Tehát itt vagyunk mi emberek, és amit teszünk, annak itt a Földön ránk nézve következményei vannak. Tehát mondok példát. Tehát amióta a világ, a hitel az arra jó, hogy aki hitelt adott, az jó járjon. Az nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy az is jó jár, aki hitelt vett föl. Ez mondjuk olyan 1-2-3% körülbelül.
Tehát mondhatni, hogy az esetek nagyon nagy részében azok járnak jól, akik hitelt adtak. Gondold végig, a hiteladást nem azok találták föl, akik hitelt akartak fölvenni. A hiteladást azok találták föl, azok találták ki, akik hasznot akartak csinálni a hiteladásból. Azért létezik tehát a hitel, hogy hasznot hajtson azoknak, akik hitelt adnak. Na most ez úgy tud, tehát hogyha pénzügyi szempontból nézünk valamit, ugye én pénzügyi területtel foglalkoztam 91-től méghozzá vezetői szinten egészen 2017-ig, az akárhogy nézem, az 16 év. Tehát elég jól tudom, hogy hogy működik a pénz. Tehát amikor pénzügyi dolgokról beszélünk, akkor nyertesekről és vesztesekről beszélünk. Tehát pénzügyi területen az, hogy nyertes-nyertes pozíció, az nagyon ritka. Tehát pénzügyi területen az a szokás vagy a trend irány, hogy az egyik nyer, a másik veszít. Tehát hogyha megpróbálják neked elmagyarázni a pénzügyi területen azt, hogy mind a ketten nyertek, akkor az hazudik, aki neked ezt el akarja magyarázni. Tehát a pénzt az nem olyan, mint egy fa, hogy nő magától, érted? Vagy nem olyan, mint egy gaz vagy egy növény, hogy nő magától. Tehát egy pénzügyi terület egyik oldala akkor tud gyarapodni, hogyha valahonnan elveszik. Tehát ami azt jelenti, hogy akkor lesz az egyik oldalon haszon, ha a másik oldalon veszteség van. Ha valaki ezt nem így gondolja, akkor mondom, az nincs tisztában a pénzügyi területtel. Persze lehet úgy pénzt csinálni, hogy a pénz mögött, tehát lehet úgy hasznot létrehozni, így értsétek a pénzcsinálást, lehet úgy hasznot létrehozni, hogy amögött a haszon mögött nincs valós érték. Ezt úgy hívják, hogy virtuális pénz. Az azt jelenti, hogy valaminek úgy emelkedett meg az értéke, hogy igazából nem az értéke emelkedett meg, hanem a kereslete emelkedett meg. Tehát megnőtt arra a valamire a kereslet, ezáltal megnőtt az értéke. De ténylegesen nincs mögötte érték. Tehát amikor valaki pénzügyi területen hasznot húz valamiből, akkor azt tudti, hogy mások kárára teszi. Tehát én most pénzügyi területről, tehát pénz és pénzről beszélek. Tehát nem pénz és termék, hanem pénz és pénz. Világos ez? Tehát a hitel felvételt azt nem a felvevők találták ki, hanem a hiteladók, azért, hogy jó hasznot csináljanak maguknak, nyilvánvalóan nem azoknak, akik felveszik a hitelt. De miért beszélek most erről? Mert egy olyan világban élünk, ahol az emberek nyakra főre vesznek föl hitelt. Meggondolás nélkül veszik föl a hitelt. Tehát régen azt mondták, hogy addig nyújtózkodj, ameddig takaród él. Most azt mondják, hogy vegyél föl hitelt. És nyújtózkodj tovább, mint a takaród él.
Tehát vegyél nagyobb takarót hitelből. Szóval lényeg az, hogy emiatt van egy következmény, illetve lesz egy következmény. Tehát ugye két dologról beszélhetünk. Tehát az egyik, ahol a lakosság és a vállalkozások eladósodnak, ez az egyik dolog. A másik dolog, amikor emberek úgy gazdagodnak, idézőjelben a gazdagodást, hogy csak virtuálisan gazdagodnak, és közben amögött, a gazdagodás mögött nincs valós érték. Márpedig ma egy ilyen földön élünk, ahol jellemző a pénzügyi területre ez a két dolog, méghozzá abszolút jellemző. Tehát aki gazdagodik, az úgy gazdagodik azoknak a nagy része, hogy amögött nincs valós érték. Akik pedig hitelt vesznek föl, azok pedig úgy működnek, hogy eladósítják saját magukat, és belekerülnek egy úgynevezett adósságcsapdába. Ez olyan, mint egy zsákutca, amiből nem lehet egyenesen kimenni. Tehát egy zsákutcából úgy tudsz kimenni, hogyha visszafordulsz. Na most, ha pénzügyi területen visszafordulsz, az azt jelenti, hogy kevesebb pénze lesz annak az illetőnek, kevesebb vagyona lesz annak az illetőnek, aki hitelt vesz föl. Tehát ha valaki hitelből akar vagyonhoz jutni, vagyont szerezni, akkor jó, ha tudja, hogy neki kevesebb vagyona lesz, mintha azt a vagyont nem hitelből hozta volna létre. Világos ez? Miért? Azért, mert ugyanazt a vagyont sokkal többért veszi meg összességében. Világos ez? Miért? Mert a hiteladó az kamatot kér. Tehát mit tudom én, mondjuk valami kerül 1 millióba, azt te megveszed 1 millióba, ha nem hitelből veszed meg, hanem spórolsz rá. Tehát ha van pénzed, megveszed. Ha nincs pénzed, nem veszed meg. De ha valamit megveszel, mondjuk meg akarsz venni egy 1 milliós dolgot hitelből, akkor mondjuk 1 millió 2-ért fogod tudni megvenni. Világos ez? Na most, ha te látszólag úgy veszed meg 1 millióért azt a dolgot, hogy nulla a THM, tehát 0% kamat van rá, akkor már rárakták az árára a kamatot. Világos az? Az a termék, az mondjuk csak 850 ezer lenne, ha máshol vennéd. Világos ez? Tehát ezért két óriási probléma van a bolygón, nagyon nagy probléma, ami az emberiség gazdasági problémáját fogja előidézni, illetve van egy másik is, de az már még távolabbi. Tehát ez a virtuális gazdagodás, ez az egyik, akik gazdagodnak, azoknak a nagyon nagy része virtuális gazdagodáson megy el. A másik, ennél talán még nagyobb probléma, mert még több embert érint jóval, az, hogy az emberek eladósítják magukat. Tehát úgy próbálnak vagyonosodni, hogy közben szegényednek. Tehát amikor az ember hitelből vesz bármit, jó, ha tudod, akkor mindent jóval drágábban veszel meg, mint ha azt nem hitelből vennéd. Hogy lehet megoldani azt, hogy az ember ne vegyen drágábban dolgokat, ne vegyen hitelre dolgokat? Hát addig nyújtózkodjon, meddig a takaród ér. Ami azt jelenti, hogy addig ne vegyél meg olyan dolgokat, amíg nincs rá pénzed. Világos ez? Ilyen egyszerű. Én tudom, hogy most a vágyaid
pont ez ellen mennek, mert felkeltették a vágyaidat a reklámok, meg ugye felkeltették a vágyaidat, hogy látsz másoknál esetleg olyan dolgokat, olyan vagyontárgyakat, amire vágyolsz, amihez szeretnél hozzájutni te is, hogy ne érezd magad kevesebbnek. Mert a vágyakat arra építik, hogy te ne, tehát hogyha neked nincs meg az a vagyontárgyad, vagy az a vagyonod, vagy az a tulajdonod, akkor te azt érezd magad, hogy te kevesebb. Magadon, hogy te kevesebb vagy máshoz képest. Tehát egy olyan társadalomban élünk, ahol az emberekkel azt próbálják elhitetni, hogy az embernek a mércéje a vagyona. A megmutatható vagyona. Most mondok erre példát. A megmutatható vagyonra, jó? Az elmúlt 3 évben, akik lakást vettek, vagy akik lakást vagy házat építettek, illetve hát lakást nem épített, hanem házat épített valószínűleg, azoknak a nagyon nagy része azt ezt hitelből tette. Akik az elmúlt 3 évben autót vettek, azoknak a nagyon nagy része hitelből vette. Ami annyit jelent, hogy az emberek gyakorlatilag egy csomó ingatlanhoz, meg egy csomó autóhoz jutottak mondjuk az elmúlt 3 évben, de kifelé ugye azt mutatják, hogy ők vagyonosodtak, de közben az nem az ő vagyonuk, hanem a banké. Addig, míg az utolsó fillért is kifizette, addig a banké. Tehát míg nem fizette ki az utolsó fillért is, addig a banké. Ha mondjuk tételezzük fel, neked 100 forint adósságod van, akkor még a bank nem adja ki az igazolást arról, hogy az a dolog már a te tulajdonodban van. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egy olyan világban élünk, amire azt szokták mondani, hogy lufi. Tehát a pénzügyi lufi azt jelenti, hogy úgy gazdagodnak emberek, hogy virtuálisan. A pénzügyi lufi azt jelenti, hogy úgy gazdagodnak emberek, ez pedig az átlag, hogy hitelből. Oké? Tehát a legtöbb ember az most hitelből gazdagodik, hát nem gazdagodik, hanem szegényedik. A kisebb rész, az pedig virtuálisan gazdagodik, de ezt lufinak hívja. Ami azt jelenti, hogy igazából nem pénz nincs mögötte, hanem érték nincs mögötte. Világos ez? Tehát mi az, hogy érték nincs mögötte? Az egyik esetben, amikor virtuálisan gazdagodik valaki, akkor gyakorlatilag nincs mögötte eladható érték. Világos ez? Tehát egyszerűen nincs, nem tudja pénzét enni a virtuális gazdagságát. Világos ez? Ha valaki hitelből gazdagodik, ugyanez a probléma, nem tudod eladni addig azt, amit fölvettél, mármint amire fölvetted a pénzt, ameddig nem, nincs kifizetve. Tehát magyarul nincs mögötte eladható érték. Érted? Mert nem adhatod el. Tehát ezt értsétek meg.
Tehát te vagyonnal akkor rendelkezel, ha pénzért tudod tenni, vagy élelmiszerért tudod tenni, vagy bármi, el tudod cserélni, érted? De ha hitelből veszel valamit, nem tudod elcserélni, érted? Semmire nem tudod elcserélni, még egy másik ingatlanra sem, semmire. Na most ezt mondom még egyszer, pénzügyi lufinak hívják. A lufiknak meg van egy olyan tulajdonsága, hogy könnyen kipukkan. Így van. Na most mit szoktak csinálni a lufik? Milyen sorsra jutnak? Vagy arra a sorsra jutnak, hogy kipukkannak, vagy arra a sorsra jutnak, hogy leengednek, nem? Vagy arra a sorsra is juthatnak, hogy elszáll, érted? És már nincs is lufid. Nem? Tehát a lufik nem egy tartós dolgok, nem? Na ugyanígy néz ki a pénzügyi lufival is. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész emberiség generálja magának a gazdasági csődöt. Tehát a pénzügyi lufinak a következménye mindig csőd. Mit jelent a csőd, hogy világos legyél? Fizetésképtelenség. Tehát a csőd fizetésképtelenséget jelent. Mondok példát, jó? Ugye egyre inkább azt akarják elérni az embereknél, hogy bankszámlára kapják a fizetésüket. Na most, ha pénzügyi csődbe jut egy család, akkor az az első dolog, hogy ami a jövedelem jön a bankszámlára, lefogja a bank bizonyos százalékát. Oké? Minden hónapban, hogy jön a fizetés a bankszámlára, bizonyos százalékát lefogja a bankát, attól függ, hogy mennyit, hogy milyen törvények vannak éppen életben. Ha jól tudom, ez mit tudom én, hány százalék lehet? 30 vagy 70 vagy 50 vagy nem is tudom mennyi. Jó, tehát valamennyi, ez ide változtatják időnként, ahogy a bankoknak éppen jó, vagy ha túl sokat hőbörögnek a lakosság, akkor éppen a lakosságnak kedvezőbb egy kicsit, ezt szokták változtatni. Szóval a lényeg az, hogy van egy pénzügyi csőd, akkor az azt jelenti, tehát nem tudja valaki fizetni a hitelét, akkor úgy jut csődbe, hogy világos legyen, hogy fogja a bank, és a fizetésnek a bizonyos részét azt lefogja minden hónapban. Ami annyit jelent, hogy az illetőnek már lehet, hogy nem marad annyi pénze, hogy kifizesse mondjuk a rezsit. Érted? Erre mit csinál a mondjuk a szolgáltató, a rezsiszolgáltató, ugye a áramszolgáltató, a gázszolgáltató, stb. Hát ez az azt jelenti, hogy kikapcsolja a szolgáltatást, és utána behajtást kezdeményez. Oké? Végrehajtást kezdeményez. És akkor elkezdi az illetőnek a cuccait elárvereztetni. A bank mondjuk az ingatlant, az áramszolgáltató mondjuk az ingóságot, stb. Stb. Érted? És az illető, a csőd azt jelenti, hogy szó szerint fizetésképtelen lesz. Még lehet, hogy arra se lesz pénze, hogy vegyen magának élelmiszert. Érted? Mert nem lesz pénze, mert nem tud egy forintot se kivenni a bankszámláról, mert az egész bankszámláját zárolják, érted, a különböző szolgáltatók. Na ezt jelenti a fizetésképtelenség. És ő dolgozik, dolgozik, és teljesen fizetésképtelen lesz, mert viszik a bankszámlájára a pénzt a különböző szolgáltatók. Világos az? És akkor mehet hova? Csőlakó lehet.
Így lesznek a csőlakok. No szóval, tehát a hajléktalanok így lesznek. Tehát ez azt jelenti, hogy egy komoly problémát jelent a gazdaságra nézve. Miért? Mert most gondolj bele, hogyha emberek csődbe viszik magukat, akkor fizetésképtelenek lesznek. Nem tudnak annyit vásárolni. Ma pedig a gazdaság az teljes egészében a vásárlásukra épül. Ami azt jelenti, hogy visszaesnek a vásárlások, akkor csődbe mennek a cégek is, a vállalkozások. Elsősorban ugye a nagy vállalkozások, utána meg a kisebbek. Tehát húzzák magukkal. Tehát gyakorlatilag az egész gazdaság arra van kiélezve, kihegyezve, hogyha a lakosság nem vásárol, akkor a gazdaság csődbe jut. Tehát olyan társadalomban élünk, fogyasztói társadalomnak hívják, ahol így van felépítve az egész rendszer. Tehát az olyan mértékű, mennyiségű termelésre van kihegyezve az összes vállalkozás, főleg a nagyok, amiből mondjuk, hogyha van egy 20-30-40-50%-os visszaesés, akkor gyakorlatilag tönkre mennek. No most akkor nézzük a másik dolgot. Tehát az, hogy mikor lesz ez a pénzügyi összeomlás, ez attól függ, hogy ezt a lufi az meddig engedi, hogy fújják. És mikor érkezik el a lufi ahhoz a határhoz, hogy már nem tud tovább tágulni és szétdurran. Érted? Tehát gyakorlatilag ez lehet, hogy hetek, lehet, hogy hónapok, lehet, hogy egy-két év kérdése. Mert gyakorlatilag az egészet virtuálisan tartják fenn. Na most ez az egyik nagy probléma. Tehát ez most úgy volt, hogy volt egy gazdasági válság 2013-ban, akkor kipukkant a lufi. Nem, 2008-ban, bocsánat, 2008-ban, akkor kipukkant a lufi. Na most, most egy nagyobb lufit fújunk. Érted? Ami azt jelenti, hogy a nagyobb lufi fizika törvény nagyobb a durran. Minél nagyobb a lufi, annál nagyobb a durran. És most már sokkal több levegő van abban a lufiba, mint 2008-ban volt. Tehát, hogyha valaki úgy gondolja, hogy semmi gond, milyen jó, gazdasági növekedés, vásároljunk, soha nem vásároltak ennyit az emberek, mint az idén, karácsonyra, soha a történelem során ennyit nem vásároltak az emberek, mint most karácsonyra, ezt jól tudjátok. Oké? Na most, ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb már a lufi, mint volt eddig bármikor a történelem során. Oké? Okay. Na most nem tudom, tudjátok-e, hogy hogy csinálják a gazdagok? Hát a gazdagoknak ugye vállalkozásaik vannak, nagy vállalkozásaik. Tehát jól menő nagy vállalkozás. És azt csinálják, hogy a vagyonukat magánvagyonba kimentik. Tehát a vállalati vagyonokat kimentik magánvagyonba. Ami azt jelenti, hogy ha csődbe megy a vállalkozás, nem gond, mert ő akkor is túlél a magánvagyona miatt. Világos ez?
Tehát most a vállalkozások, a nagyvállalkozások tulajdonosainak nagy része azt csinálja, hogy ami pénzt ki lehet venni a vállalkozásból, abból befektetik ingatlanba és egyéb dolgokba, többek közt aranyba is, azért megy főfel az aranyára, és ha jön a lufi robbanása, akkor ők túléljenek. Mert a vállalkozása az lehet, hogy túlél, de óriási katasztrófák révén. Érted? Például úgy, hogy mondjuk beolvad valahova. Úgy él túl esetlegesen. Rosszabb esetben egyáltalán nem él túl a vállalkozás. Tehát magyarul csődöt jelent, kifizetik valamennyire a tartozásokat belőle, amennyire ilyenkor ki lehet fizetni. Ugye a csődnél ritkán fordul elő, hogy minden adósságot a vállalkozás ki tudjon fizetni. Tehát minden tartozását rendezni tudja, ez ritka. És gyakorlatilag ő viszont túlélt, mint nagy vállalkozó. Világos az? Na most ez az egyik nagy probléma, hogy ilyen világban élünk, ahol lehet virtuálisan gazdagodni, és olyan világban élünk, ahol lehet nyakra főre adósságot fölvenni. Tehát ez egy óriási probléma. Ennek súlyos következményei lesznek az emberiségre nézve. Oké? Na, most akkor nézzünk egy másik gondot. Ugye egy olyan gondot, ami nem közvetlen probléma. Tehát ezt az emberiség maga okozza. Mert hiába akarná a hatalom, hogy vegyetek föl hitelt, ha ti okosak lennétek és nem vennétek föl hitelt. Világos? Hiába akarná a hatalom, hogy úgy gazdagodj, hogy virtuálisan, hogyha te lenne annyi sütnivalót, hogy átlátnád, hogy amögött, a gazdagodás mögött nincs tényleges érték, csak virtuális pénznövekedés van. A tőzsdék nagy része így működik, ez csak hogy tudjátok. Tehát a tőzsdén azért tud csőd lenni, tudod? Egy tőzsdei vállalkozás azért megy könnyen csődbe, tudod miért? Mert a tényleges vagyona töredéke annak, amit papíron ér a vállalkozás, érted? Tehát lehet, hogy egy vállalkozás papíron ötször annyit ér, mint amennyit ki tud értékesíteni a vállalkozásból, érted? Tehát érted, mit jelent a virtuális gazdagodás? Hogy igazából nincs mögötte vagyon. Tehát eladható érték. Na most gondolj bele, mondok példát, itt van mondjuk a Microsoft. Bill Gates, világ egyik leggazdagabb embere, ha nem a leggazdagabb éppen. De ha nem ő a leggazdagabb, akkor a második, mindegy. De tudod miért? Mert virtuálisan ér annyit a vagyona. Tehát hogyha azt mondanák, hogy most csődbe ment a Microsoft, én állítom, hogy az összvagyona a Microsoftnak, mint cég, százada sincs az értékehez képest. Tehát a kiárusítható vagyona. Hát azért nincs, mert szellemi termék, érted, ami mögötte van. Tehát egy olyan vállalat, amelyik mondjuk szoftverekkel foglalkozik. Ott nem kellenek ingatlanok meg vagyonok. Érted? Nem kellenek. Maga a szoftver az érték. De a szoftver akkor érték, ha azt megveszik. Világos ez? Ha az holnaptól nem kell a kutyának se,
akkor az nulla az egész. Érted? Jó, csak példaként hoztam fel a Microsoftot, mint legismertebb ilyen jellegű céget. Tehát például most mondok egy másikat, mondjuk van egy vaskohászottal foglalkozó cég. Hát ott nem sok minden virtuális dolog van. Azt el kell adni, akkor ott van mit eladni, érted? Világos? Szóval lényeg az, hogy van egy másik, ennél még súlyosabb probléma. Tehát ezt, amit most elmondtam, ezt mi magunk emberek a saját butaságunkkal idézzük elő. Tehát, hogy úgy akarunk vagyonosodni, hogy közben szegényedünk, ez a hitelfelvétel, illetve beszállunk olyan vállalkozásokba, ami gyakorlatilag csak virtuális vagyon van mögötte. Érted? Tehát nyilván most elsősorban tőzsdéről beszélek. Jó? Na most. Beszéltem egy nagy problémáról, amit mi okozunk. Közvetlenül. De van egy másik nagy probléma. Az pedig ahhoz kapcsolódik, hogy hát nem mi vagyunk az egyetlen viszonylag fejlett lények a világegyetemben. Az azt jelenti, hogy mi a fejlett lények között a legalja vagyunk. Ezt jó, ha tudjuk. Tehát az összes fejlett lény a világegyetemben előttünk jár. Jócskán. Jó? Tehát mi szellemi és műszaki fejlettségben fasorban nem vagyunk hozzájuk képest, a legbutábbak is körülbelül 10 000 évvel előttünk járnak. Mondom, a legbutábbak is. Tehát olyan nagyra nem kéne lenni a szellemi kapacitásunkkal, meg műszaki kapacitásunkkal. Jó, ezt csak úgy mondom. Na most, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha kicsit előrébb járnánk szellemi kapacitásban, akkor ezt a sok hülyeséget nem csinálnánk, mint amit itt csinálunk. Na most, ha viszont így hátra vagyunk sorolva a világegyetemben, akkor ugye mondanám, hogy akkor nálunk vannak sokkal értelmesebb lények a világegyetemben, és sokkal nagyobb számban, mint mi vagyunk. Nem is az a lényeg, hogy mennyi a szám, hanem az a lényeg, hogy mi minek vagyunk az urai. Hát te mondjuk legfeljebb, a legtöbb ember a saját házának, nem? Lakásának, autójának, ingóságainak az ura, nem? Nem, a legtöbb ember így működik. Na most, ha megnézzük ugye egyes embereket, akkor ők azt képzelik magukról, hogy ők a földünk urai. Nem? Vagy az ország ura. Nem? Vannak ilyen emberek, akik azt képzelik magukról. Na most itt én úgy gondolom, hogy ezen a bolygón nincsenek olyan emberek, akik azt mondhatnák magukról, hogy én ennek a bolygónak az ura vagyok. Nem? Hát akkor ugye kérdezném, hogy vajon akkor a bolygónak ki az ura? Mert hogy ember nem, az biztos. Nem? Tehát ennek a bolygónak ki az ura? Az Egyesült Államok elnöke? Nevetek egy jót ezen. Vagy Putyin? Vagy ki? Vagy a kínai elnök? Egyik se. Oké, vagy Rothschild család? Hát azok se, azok csak szeretnének azok lenni. Vagy a Rockefellerék? Azok se. Tehát gyakorlatilag ennek a bolygónak
Nem földi emberek az urai. Tehát mi be vagyunk tagozódva egy lényegesen előttünk járó társadalomba. Ami azt jelenti, hogy nem földi társadalomról van szó, hanem ennek az univerzumnak, vagy ennek a galaxisnak a része vagyunk, és ennek a galaxisnak vannak urai, meg úrnői természetesen. Jó, tehát most nehogy valaki azt hiszi, hogy na a hím soviniszta. Jó, tehát urai és úrnői. Na most ha ezt jobban megvizsgáljuk, akkor itt van a másik kutya elásva, hogy vajon a fentiek, az uraink meddig nézik el a hülyeségeinket? Én tudom a választ rá, de vajon az emberek is tudják? Na most, gondold végig, hogy ha egyszerűen fogják magukat és besokalnak, és azt mondják, hogy jó, akkor elegünk volt ebből, ami itt van. De miért csinálnak? Hát van egy fontos dolog, ugye, amit tudnod kellene, és te tudod, ha itt tanulsz, hogy benned van egy lélek, és az a léleknek igazából két célja van, ami egy célnak mondható. Tehát a lélek, tehát a léleknek nem az a célja, hogy túléljen. A lélek az halhatatlan, tehát ezáltal nem, nincs olyan, hogy nem él túl. Világos ez? Tehát most itt van egy test, a test meghatározott ideig él. Mindenkinek a testje. A teste az meghatározott ideig él. És ez a meghatározott idő, kinek ennyi, kinek annyi, kinél annyi, kinél ennyi. Ezért a testünk viszonylatában van túlélés, hogy az ember minél tovább, mint a test, minél tovább éljen túl. Nem? Tehát ezt ugye tudjuk. Na most, de a léleknél nincs ilyen, mert ha valami halhatatlan, nincs túlélés. Nem tud meghalni, érted? Nem kell küzdenie a túlélésért, nem tud meghalni. Tehát tegyük már tisztába ezt a kérdést. És akkor ehhez kapcsolódik egy másik fontos kérdés. Minél rövidebb valakinek az élete, annál fontosabb számára az idő. Nem? Mondod végig. Mert az alatt az idő alatt, ameddig él, kell megtennie azt, amit meg kell tennie, nem? De hát, hogyha megnézzük univerzumi viszonylatba, amik is 80 átlag évünket, vagy 70 valamennyi, bolygószinten még 70 valamennyi sincs, akkor ez elég rövidke kis élettartom ahhoz a sok-sok milliárd évhez, amióta ez az univerzum létezik, nem? Ezért számunkra fogy az idő, nem? Mint ember, test számára. És elég gyorsan fogy az idő, mert megnézed, fiatalok elmondhatják, hogy nemrég voltatok gyerekek, nem?
De valahogy még mi is elmondhatjuk, hogy olyan, mintha nemrég lettünk volna gyerekek. Majd ti is elmondjátok 20-30 év múlva, hogy olyan, mintha nemrég lettetek volna gyerekek. Tehát ami azt jelenti, hogy viszonylag gyorsan telik az idő. Na most gondolj bele, hogyha 10-szer ennyi ideig élnél, akkor körülbelül az idő az tized olyan gyorsan telne, nem? Látszólag. Mert akkor nem sürgetne az idő, nem? Tehát azért gyorsul az idő, mert rövidül az idő. Érted? Tehát azért gyorsul az idő. Tehát megnézed, egy óvodásnak egy év az egy örökkori valóság. Sőt, egy csecsemőnek egy év. Nagyon hosszú idő. De egy 90 éves embernek egy év, az egy 90-ed része az életének. Tehát az nagyon gyorsan elszalad. Mert az idő az viszonyítás kérdése. Érted? Tehát gyorsnak azért tűnik, mert valamihez viszonyítjuk az idő elteltét. Világos ez? És minél idősebb valaki, annál rövidebbnek tűnik az idő. Hát emlékezz vissza, mikor gyerek voltál, hogy sokkal hosszabbnak tűnt az idő. És akkor megpróbálják ezt megmagyarázni, hogy az idő gyorsul. Aha, persze. Csak azt tudnám, hogy gyorsul, mikor mondjuk meghallgatsz egy olyan számot, ami 40 évvel ezelőtt is 3 perces volt, meg most is 3 perces, és érdekes módon az óra 40 évvel ezelőtt is 3 perc alatt játszotta le, meg most is 3 perc alatt. De spirituális emberek megpróbálják elhitetni emberekkel, hogy az idő az gyorsul, és most már a 24 óra az valóságban csak 16. Ezt olvastam. Hát de gondolkozz logikusan, meghallgatsz egy olyan számot, amit ismertél évtizedekkel ezelőtt, és az ugyanolyan hosszú most is, mint akkor volt. Világos ez? Nem, egy másodperce nem lett rövidebb. Persze természetes dolog, hogy mindig az időt viszonyítjuk valamihez. És természetesen a korunkhoz viszonyítjuk leginkább. És minél több időt leéltünk már, az az időtartam, amiben éppen vagyunk, az sokkal rövidebb. Egy nap most sokkal rövidebbnek tűnik, mert az életednek egy sokkal kisebb része, mint mikor mondjuk 3 éves voltál. Világos ez? Tehát az embernek az agya azért van, hogy gondolkodjon. Mikor én először hallottam ilyen hülyeségeket, hogy rövidül az idő, akkor rögtön ez jutott eszembe, hogy hát akkor a számok, a zene számok, akkor azoknak rövidebbnek kéne lenni. De nem rövidebb. A 3 perces szám az 3 perces. Jó? Na most akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát mi baj van ezzel a dologgal? Tehát itt vagyunk mi emberek, és hát valahogy úgy intézzük a dolgainkat, hogy ne nagyon gondolkodjunk. Tehát a léleknél tartottam, a léleknek két, illetve egy célja van, ugye? Tehát olyan nincs, hogy túlélni, jó? Az a testé. Olyan van viszont, hogy fejlődni. Szellemileg. Jó? Tehát olyan van, hogy fejlődni szellemileg. És teremteni. De teremtés nincs. Szellemiség nélkül, szellemi fejlődés nélkül, tudás nélkül. Tehát a tudás, szellemiség, szellemi fejlődés az egy kaptafa.
Tehát csak úgy tud teremteni egy lélek, mert nem a test terem. A test az nem terem. Ha nézek egy buta embert, aki semmire nem képes, mit tud teremteni? Semmit. Jó, tehát ott kezdődik, hogy a léleknek fejlődnie kell, szellemi fejlődésen kell átmennie. Azért, hogy teremteni tudjon. Minél több szellemi fejlődésen megy át, annál több teremtésre képes. Nézd meg, minél okosabb valaki, minél ügyesebb valaki, annál nagyobb dolgokra képes. Nem így van? Na most, ha ezt tovább nézzük ezt a kérdést, a léleknek tehát az a dolga, hogy szellemileg fejlődjön, hogy teremthessen. Jó? Tehát ez a célja. És ezt csinálja az emberiség. A drága barátaim, összességében, bolygószinten nem szellemileg fejlődünk, és egyre többet teremtünk, hanem hűlünk. Elhűlés állapota van. Tehát szó szerint, még azok is, akik olyan családban születtek, ahol teremtettek, mert mondjuk gazdasággal foglalkoztak, fogják, ott hagyják a szüleit, ott hagyják a gazdaságot, az bemennek alkalmazottnak egy városba. Na most, akkor kérdezem, hogyha nem vagyunk elégedettek azzal az irányjal, amifelé halad a bolygó, ha ezzel nem vagyunk elégedettek, akkor vajon a fentiek mennyire elégedettek azzal, amifelé halad a bolygó? Aha. És ismét fölteszem a kérdést. És szerinted meddig fogják hagyni? Tehát a legkevésbé fejlett értelmes lények a világegyetemben 10 000 évvel előttünk járnak. Legkevesebb. Akkor gondolod, nincs meg a technológiájuk arra, hogy velünk bármit kezdhessenek. És azt csináljanak velünk, amit akarnak. Ugye van egy ilyen jó helyzetem, hogy kapok információkat akár párbeszéd formájában. Tehát, hogyha én elkezdek kérdezni, akkor most már ez úgy működik, régebben úgy működik, hogy kérdeztem, és akkor 3 perc múlva érzékeltem a választ körülbelül. Most már ez úgy működik, hogy tudok úgy kérdezni, hogy azonnal jön a válasz, és folyamatosan kérdezek, válasz, kérdez, válasz, kérdés, válasz, kérdés, válasz. Tehát tudunk így beszélgetni. Tök jó, tetszik. Szoktam élvezni. És lényeg az, hogy ugye föl tudok tenni olyan kérdéseket, nyilván nem most hülye kérdéseket kell föltennem, hülye kérdésre csak hülye válasz van, tudod? Szóval a lényeg az, hogy van egy ilyen lehetőségem, egy ilyen képességem, hogy tudok kérdezni, és kapok válaszokat. És hát ezáltal tudom, hogy mi várható. Ha ezt csinálja az emberiség, ami megy tovább. Ha ezt csinálja az emberiség, ami megy tovább, akkor az lesz, elmondom, jó? Akkor innen fogják, testeket kimentenek, majd szétrobbantják a bolygót, összefogdossák a lelkeket, akik ugye kiszállnak a testekből, mert ugye a lélek hiába robbantják fel a bolygót, halhatatlan. Szépen összefogdassák őket. Ami miatt
szét kellett robbantani a bolygót, azokat elengedik, hadd menjenek, nem az emberek miatt kell szétrobbantani a bolygót, ezt csak úgy mondanám, mert az emberek miatt nem kéne szétrobbantani a bolygót. És utána az összefogdosott lelkeket először berakják egy virtuális valóságba, utána törlik a tudatukat, amikor leszülethetnek, azelőtt, mielőtt leszülethetnek, egy másik olyan bolygóra, ami el van készítve, ahova idézőjelben száműzik őket, kőkorszaki körülmények közé. Jó? Ami azt jelenti, hogy ismét elindulhat a szellemi fejlődésük. Na most, én úgy gondoltam, hogy érdemes fejlődni. Nem azért, hogy megmentsenek, hanem azért, hogy olyan tudást adjunk át az emberek számára, még mielőtt tovább mondanám ezt a gondolatot. Tehát az ember úgy működik, hogyha problémái vannak, akkor elkezd leromlani a hangulata. Minél több problémája van egy embernek, annál inkább leromlik a hangulata. És az a baj ezzel, hogyha egy embernek leromlik a hangulata, akkor leromlik a megoldó képessége is. Tehát minél rosszabb hangulatban van valaki, annál alacsonyabb szintre süllyed a megoldó képessége. És annál több hibát vét az életben. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy egy rossz állapotú ember elkezd hibát hibára halmozni. Tehát egy ilyen öngerjesztő folyamatba viszi bele magát, a tudatlansága véget, hogy nem ismeri az ember működését. Mivel mi ismerjük az ember működését, és mondhatjuk azt, hogy egyre jobban ismerjük az ember működését, és tudjuk tanítani az embereket arra, hogy hogyan működik az ember, az emberek megértik azt, hogy hogyan lehet úgy működni, hogy az ember képes legyen nem előidézni problémákat. Képes legyen megoldani problémákat, ha vannak problémák. Képes legyen célokat megvalósítani, a teremtés a célok megvalósításával kezdődik, ezt csak úgy mondanám. Képes legyen arra az ember tehát, hogy ne idézzen elő problémát probléma után, hanem úgy működik az ember, az előbb elmondtam, hogyha problémái vannak, akkor egyre rosszabb és rosszabb állapotba kerül, ha egyre több és több problémája van. Fordítva is igaz. Ha az ember elkezd jó állapotba kerülni, akkor elkezd egyre jobban megoldani dolgokat. Tehát elkezd a megoldó képessége javulni. Egyre kevesebb problémát idéz elő. És egyre jobban érzi magát a bőrében. És ha az ember képes arra, hogy lehetőleg ne nagyon okozzon problémát magának vagy másoknak, képes arra, hogy célokat megvalósítson, képes arra, hogy problémák megoldásában is legyenek tudása, illetve képességei, akkor az ember jól érzi magát. Mert igazából, ha jobban megnézzük, mi az, ami miatt igazán jól tudja az ember érezni magát. Az emberek erre azt mondják, hogy mit tudom én, szerelmes leszek.
És akkor jól érzem magam. Nem. Nem ez a válasz a helyes válasz. Hanem az, akkor érzed magad jól, hogyha te hozol létre dolgokat. Világos? Tehát tudod, hogy ezt te hoztad létre. Ezt is te hoztad létre. Tehát amikor teremtesz, érted? Baromi jó érzés. De van, akik már ezt elfelejtették. Mert nem teremtettek az elmúlt években semmit, érted? És már elfelejtették, hogy milyen jó érzés a teremtés. Milyen jó érzés az, ha te létrehozol dolgokat. És ha egy ember képes arra, hogy rendszeresen létrehozzon dolgokat, mert mondjuk olyan tevékenységet végez, amiben ez benne van, akkor tartósan jó állapotban tud lenni. Tehát egy embernek az kellene lenni a céljának, hogy képes legyen szeretetben, békében és boldogságban élni. Tehát minden embernek ez kellene lenni a legfőbb céljának, hogy képes legyen erre, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljen. Hát ha ezt jobban végig gondoljuk, akkor ezt vajon szeretnénk? Magunkra nézve. Szeretnénk, hogy szeretetben, békében és boldogságban éljünk? Másokra nézve is? Persze. Hát csak úgy tudnánk önmagunk szeretetben, békében és boldogságban élni, ha a környezetünkben is szeretetben, békében és boldogságban élnének az emberek, nem? De akkor nem kellene ehhez hozzásegíteni az embereket? Hogy szeretetben, békében és boldogságban éljenek? De ehhez tudásra van szükség. És ez azért nem áll rendelkezésre ez a tudás világszinten, mert ez eltitkolt tudás. Az emberek elől eltitkolt tudás. Tehát eltitkolják, hogy az ember ne legyen boldog, érted? Ne legyen szeretetben másokkal. Ne legyen béke, érted? Na most ahhoz, hogy az ember szeretetben, békében és boldogságban éljen, annak vannak ilyen egyszerű feltételek, amit az ember figyelembe vesz. És ez, van egy olyan képzésünk, egy 2 hónapos képzés, hogy etika. Tehát, hogyha csak az emberek itt a bolygón az etika képzésnek megfelelő életet élnének, már létre lehetne hozni az aranykort. Tehát azt a társadalmi formát, ahol az emberek már szeretetben, békében és boldogságban élnek. Mert az aranykorban ez így működne. Tehát az ember egy kicsit odafigyelne arra, amit mondjuk tanul az etikával kapcsolatban. Például annak az egyik szabálya az, hogy ne tegyél magaddal olyat, ami a túlélésedet veszélyezteti, és most testről van szó. A tested túlélését veszélyezteti. Jön a szilveszter. Sok ember fogja magát hülyére inni. Mert azt hiszi, hogy akkor fogja magát jól érezni, hogyha iszik. Na most, ugye eltelt a karácsony. Tegnap még karácsony volt. Ugye ez régen 2 napos esemény volt, hát most már lassan 3 napos esemény, mert már lassan a 24-e is ünnep, nem? Lassacská. Tehát 3 nap alatt
Vajon a családok mennyi piát vedeltek? Mert én egy kortyot se, az biztos. Semmit. Na most, tehát ahhoz, hogy az ember jól érezze magát, az nem pia kell, hanem szeretet. Világos. Mi kocintottunk Pezsgővel, kölyök Pezsgővel. Tök jó volt. Szóval a lényeg az, hogyha az ember ismeri az etikát, tanulta az etikát, mondjuk itt volt már az etika képzése, akkor elvárjuk tőle, hogy használja is azokat a szabályokat, amit ott tanult. Okay. Tehát egyszerűen elvárjuk. Miért mondom többes számba? Mert nem egyedül én vagyok itt vezető, hanem ugye a legtöbb embernek van más vezetője is. És elvárjuk, hogy használjátok az etikát. Tehát most mondok példát. Szeretet ünnep. Miért kell szeretet ünnep egy évben? Miért csak két nap szól a szeretetről? Miért nem 365? Nem? Hát most gondoljunk végig, hogyha mondok egy egyszerű dolgot. Mi a legnagyobb probléma ugye most a családokban? A vita, a veszekedés. Nem? Amikor elkezdetek veszekedni. Tehát ha békésen megy a vitatkozás, az az semmi gond nincs. Mert akkor az álláspontotokat próbáljátok egy irányba terelgetni. Avval semmi baj nincs. De hogyha elkezd átmenni veszekedésbe, az a kommunikáció. Akkor az véletlenül nem ütközik az egyik legfontosabb etika szabályba. Ugye, ami úgy kezdődik, hogy ne tégy olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének. Ha te felemeled a hangerődet valakivel szemben, hogy elnyomd őt, mert ezért emeled föl. Tehát nem azért, hogy messze van és meghallja, tudod? Tehát vegyük azt, hogy ő közel van és felemeled, hogy elnyomd. Akkor te szeretnéd, hogy veled csinálna más? Nem. Akkor talán nem kellene csinálni. És akkor kicsit kevesebb veszekedés lenne a családban, nem? Tehát én nem azt mondom, hogy folytsd magadba. Nem jó, mert az betegséged idéz elő. Oké? De akkor mondd ki, amikor a helye van, meg az ideje van. Ha nem tudod kimondani, akkor írd ki magadból. És add át neki oda. Szeretett levél formájában. Oké? És egész más, hogyha valami jól meg van fogalmazva, mint hogy próbálod jól megfogalmazva kimondani. Hát azt próbálhatod. Főleg, hogyha már elöntötte az agyadat a vér. Vagy valami más. Szóval vannak technológiák, amit lehetne használni az életben. Vannak olyan eszközök, ami megoldhatná az embernek az élethelyzeteit teljes egészében. Hiszen az elmúlt időszakban, 9 évről van szó, mióta embereket főtevékenységben fejlesztek.
Az elmúlt 9 év során nem találkoztam olyan problémával, amit ne lehetett volna megoldani. Semmivel. Amire ne lett volna megoldás. Tehát ugye az én értelmezésemben lehetetlen nincs, csak tehetetlen. Oké? Tehát mindenre van megoldás, és mindent meg lehet oldani. Csak tenni kell érte, nyilvánvaló. Tehát nekünk az a célunk, hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni, és ez eljuttatjuk az embereknek azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az életük helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására és a lelki fejlődésre. És ha az emberek ezt megcsinálják, akkor belátható időn belül aranykor lesz a bolygón. Tehát belátható időn belül. És nem kell ilyennel foglalkozni a fentieknek, hogy na most kit kéne innen kimenteni, hogyan fogdossuk majd össze a lelkeket, jó, erre a technológiájuk megvan, érted? Mert szét kellett robbantani a bolygót olyan lények által, akiknek nincs itt a helyük, és el kellene innen távozniuk. Szóval a lényeg az, hogy ezeken ne kelljen nekik töprengeniük, nekünk a feladatunk eljuttatni az emberiség számára azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni. És ehhez keresünk társakat. Oké? Olyan embereket, akik hajlandók szellemileg fejlődni és segíteni másoknak is a szellemi fejlődésben. Úgyhogy így utólag is kívánok mindenkinek vagy kellemes ünnepeket, már az ünnepek első része eltelt, de jönnek még az ünnepek, hiszen van egy szilveszter, meg egy új év, és kívánok mindenkinek boldog új évet, boldogabbat, mint ami eddig bármikor volt, jó? Hát tudom, hogy találkozunk, de inkább elmondom többször, mint egyszer se. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a fantasztikus előadást ismét. Mint ahogy elmondtam már, Bartani Tusaki Baja vagyok, civil foglalkozással meredendően ruházati és élelmiszeradóit végeztem. Most már el tudjuk mondani, hogy a PPH-val foglalkozunk, tehát ez a fő foglalkozásunk. A családi helyzetem. Itt áll mellettem a másik felem. Én nagyon örülök annak, hogy házigazdáik lehetünk a mai előadásnak, és szeretném is megköszönni Szedlacsik Miklósnak ezt a lehetőséget. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én azt látom, hogy egy olyan világba kerül, egy olyan gyors világba kerülünk, ahol a nagyobb sebességre kell kapcsolnunk. Az új életre való embertípus az, akiben kialakul a változásra, a változtatásra, a képezhetőségre való hajlam. Tehát a változásra hajlandó ember fog tudni az életben boldogulni a jövőben. Oké, de a változtatásokhoz, a változáshoz egy megfelelő tudás és módszerek kellenek. Mi 5. éve vagyunk a PPH-nál a párommal, és mi olyan tudást, olyan módszereket
kaptunk a Nyílt Akadémia által, a Szedlecsik Miklós tanításai által, amiben megindult a változás az életünkben, egy olyan változást, amit el tudom mondani, egy új életet kaptunk. Ezt értem az életünk minden területére, tehát itt most nagyon sok mindent felsorolhatnék egyébként. Kaptam egy olyan tanítót, akire én nagyon büszke vagyok. Ő egy olyan ember, aki amit tanít, ő úgy él. Neki nincsen olyan háttértámogatása, mint a média, vagy bármi. Tehát azt, amit ezt a szervezetet ő hozta létre, ő alapította meg. Az ő tudása, az ő tapasztalata van benne. De van háttértámogatója, ez pedig a felesége és a családja, Szedlecsik Marian, most ugye eszembe jutott egyébként. És ő, amit neki van egy olyan képessége, az pedig az égiektől kapja, és ezt adja nekünk tovább. Ő ezt teljes mértékben kötelességének érzi, és tényleg ő úgy él, amit tanít. Tulajdonképpen mi ezt próbáljuk továbbvinni? Hát megtanulni mindazt, amit Szedlecsik Miklós csinál, és másolni. Sokkal könnyebb egyébként másolni, mint változni. Nekünk így sikerült szerintem sok mindent véghez vinni mostanában. Hát az én civil foglalkozásom is már igen, csak abból áll ki, hogy PPH-t szervezünk, mellette még vannak hobbiaim, úgy mondom. Az már nem fő foglalkozás. Ugye Gyuláról jöttünk. És megint egy olyan eladást hallhattunk egyébként, amiben megvolt az a kettőség, ami nekem nagyon tetszik. Más spirituális előadóknál nem lehet tapasztalni azt, hogy beszélnének pénzügyekről. Vagy hallottatok már valamit? Az, hogy majd erre gondolsz, és akkor majd ilyen pénzmágia, és majd jön neked a lóvé a zsebedbe. Na én ezt próbáltam régen, sikeresen össze is dőlt a anyagi helyzetünk egy jó pár évre, és marha büszke voltam, hogy milyen jót csinálom. És aztán ugye szembesültem vele, amikor Szedlecsik Miklós tanításait elkezdtük hallgatni, hogy fogalmam nincs arról, hogy kell pénzzel bánni, vagy rendbe rakni dolgokat, hogy kéne férfiként viselkedni egy családba, az se volt sehol. Ezt meg kellett mind tanulni. És ezt sehol máshol nem tanítják, csak itt. Erről ma is volt egyébként szó, ugye. Hát itt beszéltünk is akkor már, hogy mit adott nekünk a Nyílt Akadémia. Új célokat, új életérzéseket, és még egy csomó mindent. Lehetne ezt reggelig sorolni. Mit tanácsolunk másoknak, ugye? Kezdjék el minél hamarabb. Pont a múltkor volt színpadon az egyik csapatunkból egy ember, és ő ugye azt mondta, hogy sajnálja, hogy nem velünk együtt kezdte el. Hát ne legyetek az ő bőrébe, kezdjétek el minél hamarabb. Most 20 perc szünet fog következni. Szünet után probléma megoldó coach képzésünk lesz, amelyre mindenkit várunk szeretettel. Aki olyan társaságában nézi, hogy van jogosultsága, megnézheti egyszer, és aztán dönteni kell, hogy szeretne képzésen részt venni vagy sem, illetve egyszer el lehet kérni az előadás linkjét egy arra jogosulttól, aki továbbíthatja, és meg lehet nézni, és aztán eldöntheti, hogy mit szeretne továbbiakban. Ha úgy látja, hogy nem érdekli ajánlatunk, akkor örülünk, hogy részvételével megtisztelt minket, és elköszönünk öntől. És most következik a 20 perc szünet, ami tart egészen 19:45-ig. Köszönjük szépen!